Az a generáció, aki Solt és Szerzső, a V-motorok vagy a Dolly Roll zenéjén nőtt föl, valószínűleg meg volt ránkozni azon, amit a Neon Verebek nevű punk rock zenekar kezdett egykori kedvencük slágereivel. Huszti Gábor és barátai 2 éve álltak össze és bújtatták új köntösbe az egykori diszkó és pop slágereket. 2 éve ősszel találtuk ki azt, hogy összehozunk egy zenekart, nem volt úgy különleges célja, annyi volt, hogy a jó barátok szerettek volna együtt zenélni, és hát Rips-Rops, össze is jött ez az ötös fogat. A név, hát eléggé hosszú folyamat volt, aztán, mint ahogy névkereséskor szokott lenni, egyszer csak valamilyen megmagyarázhatatlan okból kicsattant valakinek a fejéből ez a Neon Verebek kifejezés, tulajdonképpen mindenkinek azonnal megtetszett, egyébként hosszabb volt a név az első időszakban, hiszen azt mondtuk, hogy legyen egy kicsit figyelemfelhívó, a pángalaktikus gége pukkasztó, és a Neon Verebek Nosztalgia Punk zenekar névre hallgatott először a formáció, aztán az egyszerűség kedvéért megmaradt a Neon Verebek. Huszti ez a nemzedék, aki a Led Zeppelinen és a Doorsen edződött, és azt mondja, nyitott volt minden zenei irányzatra. Így a punk rock is hamar megtalálta. Mindig is vonzott, mindig is tetszett a punk zenének az a formája, ahol dallamos, de ugyanakkor jó energikus zene van. Nyilván a mi formációnkban azért még egy tényezővel kell számolni, azzal, hogy mi réges-régi magyar slágereket dolgoztunk fel, ebben a modern újszerű punkos köntösbe öntöttük. Régi magyar táncdalok és popslágerek képezik a Neon Verebek repertoárjának az alapját. Van itt Korda György, Neoton Familia és akár Dolly Roll is. A másfél órás programunk átfogja azért ezt a 70-es, 80-as, sőt még régebbi időszaknak a zenei palettáját igazából, és ezt próbáltuk meg mi felfrissíteni, egy kicsit felkavarni ezzel az intenzív rockzenei köntössel. Úgy gondoljuk, hogy ez elég jól sikerült is. Nem tartom viccnek, hiszen én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra a korszakra. Nagyon nagy előadókat ismerhetünk ebből az időszakból, és bizony abban az időszakban nem volt olyan egyszerű popzenekarokat, vagy esetleg rockzenekarokat működtetni. Most nálunk azért az fontos, hogy olyan dalokat igyekeztünk meg átdolgozni, vagy áthangszerelni, amit azért mindenki ismer, mert az elsődleges célunk a bulik, a koncertezés, és ezeken azt szeretnénk, hogy ezeken a koncerteken mindenki jól érezze magát. Azt kevésbé gondolom, hogy a lassan nagyszülői korba érő egykori ifjak vidáman fognak pogózni vagy csápolni, a vár még fel kell majd a nap átdolgozott változatára. Azonban kétségkívül lesz olyan réteg vagy korosztály, akinek ez a megoldás arra, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek magyar slágereit megismerje. Olyanok is, akik egyébként lekapcsolnák a rádiót, ezt a zenét hallva. Oh,